Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfón, amelyet rendhagyó helyszínen tartunk, és rendhagyó időtartamban is. Egy óra áll ma nagyjából a rendelkezésünkre, mivel még tart a kormányülés, és majd vissza kell mennünk. Meg is kérem mindjárt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterurat, hogy a kormány eddigi döntéseit ismertesse. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm Önöket, és a rendhagyó időpontnak az oka nem az, hogy két héttel ezelőtt is szerdán volt, és a rendet akartuk tartani, hanem nem akartuk pénteken vagy szombaton az Önök drága idejét már igénybe venni a hosszú és ünnepi hétvégén, és holnap pedig a miniszterelnök úr Bécsbe utazik, és miután úgy alakult, hogy nekem is mennem kell, ezért az adottság az az, hogy most tudjuk megtartani a kormányülés szünetében a kormányinfót, és ezt követően a kormányülés folytatódik. Azt tudom csak felajánlani, hogy legközelebb szívesen válaszolok minden kérdésre, most viszont valóban egy óra elteltével vissza kellene térnünk a kormányülésre. A kormányülés délelőtt a költségvetést tárgyalta meg, a 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése. Ez a költségvetés a korábban bejelentetteknek megfelelően már magában foglalja azokat a programokat, amelyek az új gazdasági akcióterv 21 pontjaként éppen itt a kormányinfón váltak ismerté. A részletekről folyamatosak az egyeztetések, ezekből a programokból a legfontosabb kérdésekben, a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat, és miután a költségvetés végszavazása csak december második felében lesz, azokat fogjuk a költségvetés végszavazásakor elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik. Az új gazdaságpolitika kezdete tehát az új költségvetés hatályba lépése 2025. január 1-e. Az új gazdaságpolitikai akcióterv gazdasági és növekedési fordulatot fog hozni Magyarországon. 2025-ben és 26-ban is továbbra is az a célkitűzés, hogy 3-6% közötti gazdasági növekedés legyen Magyarországon. A költségvetést a jövő évben konzervatív számítások szerint 3,4%-os növekedéssel tervezzük. A következő évben működni kezd Magyarországon a BMW gyár és a BYD gyár Debrecenben, illetve Szegeden. Ez önmagában is gazdasági, mérhető, kimutatható gazdasági növekedést fog eredményezni. Két programról a kormány részleteiben is döntött a mai ülésem. Ebből az egyik az a munkáshitel. Munkáshitelre a 17 és 25 év közöttiek lesznek, közötti fiatalok lesznek jogosultak, tehát aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem töltötte be. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, ennek a maximális összege 4 millió forint. A felvételnek a feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott legyen, vagy vállalkozó legyen. Vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie. A diákhitelre jogosultak munkáshitelt értelemszerűen nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállaljanak. Támogatjuk ezen a programon keresztül is a gyermekvállalást. A hitelfelvételt követően született gyermekekre vonatkozó szabályok úgy néznek ki, hogy egy gyermek után 2 évig a törlesztési kötelezettség felfüggesztjük. 2 gyermeknél újabb 2 éves moratóriumot vezetünk be, illetve ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedjük, a harmadik gyermek vállása esetén pedig a teljes fennálló tartozást elengedjük. 10 éves a hitel futamideje, ez alatt kell kamatmentesen egyenlő részletekben törleszteni a munkáshitelt. Ez tehát január 1-től hatályba lépő szabályozás, és így a jövő évi költségvetésnek is a része. Szintén döntött a kormány a vidéki otthonfelújítási támogatásról és annak feltételrendszeréről.
a vidéki otthonfelújítási támogatásra jogosultak azok a gyermekes családok, akik 5000 főnél kisebb népességű településen laknak. Ez ugye a magyarországi települések 91%-a. Gyakorlatilag a most bevezetendő konstrukció megegyezik a 2021-22-ben már futó otthonfelújítási programmal. A felújítási munkálatok széles köre tartozik a támogatotti körbe, munkadíj és anyagköltségek 50%-ára, de legfeljebb 3 millió forint összegben igényelhető, vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást. Tehát 50%-os támogatási intenzitás van, a munkálatok 50%-át fizeti ki legfeljebb a költségvetés, de legfeljebb 3 millió forintot. Emellett, tehát a második 3 millió forintként igénybe vehető államilag támogatott jelzálog alapú kölcsönkonstrukció, ez a felújítási költségek megelőlegezését és megkönnyítését teszi lehetővé. Ennek a maximális összege 6 millió forint, az állami kamattámogatás mértéke pedig az ügyleti kamaton belül 3 százalékpont. A korábbi programban már résztvevő családok a két programban együttesen is csak 3 millió forintos támogatást vehetnek igénybe. Tehát aki teljesen kimerítette korábban a keretet, az nem vehet részt, aki csak részben, az a 3 millió forintig az állami támogatást igénybe veheti. A kormány benyújtott tegnap törvényjavaslatokat az országgyűlésnek, ezt nyilván az országgyűlés honlapján önök is láthatták és követhették. Ennek része a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása is, erre a korábbiak szerint két ütemben jövő év július 1-ével és 2026. január 1-ével kerül sor. Úgy gondoljuk, hogy a idei év egésze, beleértve a legfrissebb negyedéves növekedési adatot is azt igazolja, hogy új gazdaságpolitika kell. A gazdasági semlegesség politikája megszünteti, vagy legalábbis gyengíti azokat a függéseket, amelyek ma a magyar növekedést befolyásolják. Mindenesetre megtartandó elem és nagyon fontos elem az, ami az idei évben a gazdaságpolitika hírei közül talán a legjobb hír, hogy a reálbér emelkedés az 9-10% között alakul, tehát az emberek bére az év végén 1/10 többet fog érni átlagosan, mint amennyit év elején ért. Ezt mindenféleképpen a legjobb hírek közé tartozik, és ezt a kormány folytatni szeretné. Röviden ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy az elmúlt két hétben csaknem 8 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon. Több mint 1,4 milliárd forintból valósultak meg óvoda és bölcsöde építések és felújítások. Többek között családi bölcsöde létesült Andornak táján, bölcsöde épült Bezenyén, óvoda és bölcsöde épült Budapesten a 14. és 16. kerületben. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított óvodák építésére, bővítésére vagy felújítására. 2010 óta óvodai intézményi infrastruktúrális fejlesztés, korszerűsítés közel 2000 óvodában valósult meg. Folytatódtak a közlekedésfejlesztési beruházások és útfelújítások is. Összességében 740 millió forint összegben Zsombón 300 millió forint támogatásból három külterületi útszakaszt Szilárd útburkolattal láttak el, Nádudvaron szintén 300 millió forint támogatásból hét belterületi utca kapott új aszfaltburkolatot, és a Vác környéki utakat fejlesztették több mint 127 millió forint összegben. Település fejlesztést érintően 9 nagyobb projekt fejeződött be országosan, több mint 4,5 milliárd forint összegben. Többek között megújult a bajai közforgalmú kikötő 4,1 milliárd forint összegben. Szigetbecsén új kerékpárutat adtak át, Mócsán megvalósult a csapadékvízelvezetés, Rigácson önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése történt meg közel 85 millió forint támogatási összeggel. Három művelődési ház is megszépült, Jász Felső-Szentgyörgyön megújult a művelődési ház 300 millió forint támogatásból,
Baján 30 millió forintból megtörtént a Szent László Művelődési Központ felújítása, illetve Vácdukán korszerű színpadtechnikával bővült a közösségi ház. A sport területét érintően csaknem 700 millió forint összegben valósultak meg beruházások, megújult Tiszaföldváron a homoki sportcsarnok, átadták a Békés Csabai Labdarúgó Akadémia utánpótlás központ új csarnokát, és Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Általános Iskola futópályájának a fejlesztése történt meg. Ezek voltak tehát az elmúlt két hét átadott fejlesztései. Most pedig rátérünk a kérdésekre, de szeretném előre bocsájtani, hogy az idő szűke miatt két-két kérdésre lesz lehetősége mindenkinek.